Szép jó estét kívánok! Két új, ugyanakkor összetartozó eseményről számolunk be a mai Agrárinfóban. Először is a Városháza dísztermében Varga Imre István, a Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke tartott előadást középiskolás diákoknak a Gazda leszek program keretében. Majd megtelt a Városház tér is, hiszen termelői kóstoltatót rendezett a kamara. Tartsanak velem! A Városháza dísztermében kezdődött meg a Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara nyílt napja. A rendezvényen a megye mezőgazdasági középiskoláinak növendékei számára tartottak előadást a szaktárca és a kamara Gazda leszek programjának keretében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezete azért indította el a Gazda leszek programot, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében népszerűsítse az agráriumhoz köthető képzéseket és az agráriumban rejlő lehetőségeket megmutassa a fiataloknak. Az előadás során ki fogunk arra térni, hogy milyen lehetőségek vannak, és hogy a fiatalok milyen módon tudják megragadni ezeket a lehetőségeket. Alkalmazottként is el tudnak helyezkedni ebben a szférában, és szót fogunk arról ejteni, hogyan tudják növelni az elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon. Továbbá arról is szót ejtünk majd, hogy hogyan tudna saját vállalkozást elindítani. Fontos kiemelni, hogy az agrárium által előállított termékekre és szolgáltatásokra nagy kereslet van, tehát szükség van az új munkaerőre, hiszen a kereslet generálja ezt az igényt, és ezen kívül még folyamatban van a generációváltás is, ami miatt szükség van a fiatal, jól képzett munkaerő bevonására is. Ezen a napon a Városháztér is megtelt érdeklődőkkel és vásárlókkal, hiszen a kamara hagyományteremtő szándékkal invitálta meg a megye őstermelőit az első termelői kóstoltató rendezvényére. 25 gazda fogadta el a meghívást és hozta el termékeit a vásárra. A meghívott termelők ismét bizonyították, hogy a mezőföld gazdái továbbra is a legjobb minőségű termékekkel büszkélkedhetnek, olyan árukínálattal, amely az egészséges életmód jegyében élők számára alapvetés. Képviselő úr, azt gondolom, hogy Székesfehérvár bizonyít megint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bebizonyítja, hogy a mezőföldön készült termékek megállják a helyüket az ország szerte mindenhol, hiszen mi egy agrárország vagyunk, és azt hiszem, hogy azok a szakemberek, akik ebben dolgoznak, nagyon sokat tesznek azért, hogy mi fogyasztók valóban elégedettek lehessünk. Ez így igaz, viszont a mai nap arról is szól, hogy ugye a megyében működő három mezőgazdasági szakképzőiskola, ugye a Szent István, a Velencei és a Seregélyesi szakközepeseknek előtte volt egy kamarai tájékoztató, ahol fölvázolták azokat a lehetőségeket, hogyha valaki agrárvállalkozásra adja a fejét, ez őstermelőtől kezdve sok minden lehet, hogy milyen kilátásai vannak, milyen lehetőségek vannak, milyen támogatások vannak, akár oktatási, akár pályázati, tehát pénzügyi szempontból is. És összekötötték, mert ez 100%-ban az Agrárkamara rendezvénye. Természetesen az önkormányzat örül neki, hogy abban segíthet, hogy helyet adott ennek az előadásnak, ami volt a nagyteremben, és annak is, hogy itt a Püspökvár előtti téren, tehát a Városház téren, ez a kvázi termelői piac bemutató működik, és jól. Többen kérdezték, hogy ez csak egynapos, igen, egynapos, de hagyományt lehet belőle teremteni, mégpedig azért, mert ugye itt a jövő héten Lecsó Fesztivál, előtte voltak a Szent István napok, úgyhogy közte van egy vagy két hét ilyen üres járat, ezt is ki lehet valóban tölteni, és hát ahogy lehet látni, azért elég nagy az érdeklődés, és hát a kistermelők, zömmel kistermelők vannak, azért lehet látni itt nem csak azoknak a diákoknak, akik ide jöttek, hanem azok is, akik érdeklődnek egyáltalán az agrárium után vagy iránt, hogy milyen lehetőségek vannak, és közben természetesen ugye itt a méztől a sörig, a pékáróig, a sajtokig, sőt kint van a borrend is,
Úgyhogy itt lehet valóban az agrárium mindenféle termékét meg lehet kóstolni. Úgyhogy természetesen a város ennek nagyon örül, és minden résztvevő örül. Remek ez a kezdeményezés. Kettős minőségében kérdezem el Simon Lászlót, egyik oldalról a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fehér megyei alelnökét, másrészt pedig a Deák Simon borászat prominens vezetőjét. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami példaértékű. Hol tart ma egyébként a magyar agrárium annak tükrében, hogy itt a Mezőföld szívében élünk? Rendkívül fontos az, hogy Székesfehérváron, megyeszékhelyen bemutatkozzanak a megyének azon termelői, akik kézműves technológiával minőségi termékeket állítanak elő, és persze néhány olyan szereplő is itt van, aki már túl van a kézműves technológián, de a minőségről nem mondott le. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fontosnak tartja az, hogy ilyen termelő piacokon tulajdonképpen közvetlen kapcsolatot teremtsünk a fogyasztók, a városi polgárok és a vidéken élő termelők között. És hát ha jó Isten velünk van, egy nagyon szép napsütéses napon a belvárosban fogadhatják a Fehér megye legjobb termelői az ide látogatókat. Én azt gondolom, hogy nagyon jó adottságokkal rendelkezik a mi megyénk, a Mezőföld Magyarország egyik legjobb termőterülete. Kiváló szántóterületek mellett komoly gyümölcsösök, biogazdaságok, szőlészetek, borászatok, sajtüzemek, gyümölcslék készítő manufaktúrák nőttek ki az elmúlt évtizedben a földből. Ez jelentős támogatást adott Magyarország kormánya is, illetve az Európai Unió. Tehát én bízom benne, hogy tényleg az ország egyik legjobb adottságokkal rendelkező mezőgazdasági termőterületén rendelkezve ebben a megyében meg tudjuk mutatni azokat az értékeket, amelyek a termelőink létrehoznak. Ennek tükrében ugye a borászatokról is beszélünk, hogy áll, hol tart az Deák Simon borászat? A mi családi gazdaságunk nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, elsősorban a szőlészeti ágazatunk. Szőlészetben nőtt a termőterületünk jelentős telepítésekkel és termőterületvásárlással, illetve az ebből készülő, a saját munkától termesztett szőlőből készülő borral is. A boraink, hála Istennek, az elmúlt években mind a hazai, mind a nemzetközi borversenyeken szép eredményeket értek el. Ez elsősorban Dobos Ferenc ügyvezető főborásznak az érdeme, aki nem csak a mi családi gazdaságunknak a borászatát vezeti, hanem a Verencei tó körzeti hegykösének is az elnöke. Tehát nagyobb léptékben, egészében látja a Verencei tó fejlesztésének, Verencei tó környékéje fejlesztésének lehetőségeit. Egyébként nem csak a mi borászatunk fejlődött az utóbbi években, hála Istennek mások is követik a példánkat, nagyon sok új szőlőtermeterülettel gazdagodtunk, Pákhoz, Sukoró, olyan Lankáira kapaszkodott vissza a szőlő, ahol évtizedekkel ezelőtt vagy évszázadokkal ezelőtt tradicionálisan szőlőt termesztettek. Ez nagyon jó, hogy ebben a formában változik és alakul a kultúrtáj, főleg annak tudatában, hogy a Verencei hegységnek a gránitos talaját és azt a jó adottságot kihasználva, mert szőlészetre alkalmas, szőlőtermesztésre alkalmasra teszi a Verencei hegységet, azt ki tudjuk használni. A Csóbor pincészet azért nagyon is jól tudjuk, hogy ez egy remek pincészet. Milyen borokat hoztak erre a kiállításra? Cabernet Sauvignon, kékfrankos rozét és chardonnayt. Mitől jók a csóborborok? Hát biztos, hogy a borásztól elsősorban. Másodszorban nagyon jó a termőtalaj arra fele. Meg nagyon ügyesek a munkások is. Tehát kiváló alkalom, hogy népszerűsítsék termékeiket a szőlős gazdák, és én azt hiszem a Bella pincészet Sukoron megfelel minden olyan kritériumnak, ami a mai magyar kultúrát, borfogyasztás jellemzi. A pincénk Sukoron található a pincesoron, maga az ültetvény Sukoró-Pákozd határában található. 3 éve telepítettük a szőlőnket, 12 hektáron gazdálkodunk, 8 fajta szőlőt termesztünk, ebből 4 fehér szőlőnk van, a többi az vörös szőlő. Igen, készítünk
rozébort is, a borainkat próbáljuk különböző versenyekre vinni, elég jó helyezéseket értünk el. A rozé borunk, égfrankos rozé borunk aranyérmes lett országos borversenyen. Igen, nagy aranyérmet kapott, illetve az írsai olivér borunk is aranyérmet kapott. Édes, mint a méz, Nagy Gyula méhészete azt hiszem, hogy híres. Most 25 éve méhészkedünk családi méhészetben, az összes mézünket úgy adjuk el közvetlen fogyasztóknak, tehát az azt jelenti évi 7-8 tonnát. Fehérvári piacon árulunk, meg ilyen kiállításokon, kóstoltatókon. Hol tartnak a méhészek, hol tart a méhészet? Hát tulajdonképpen egy stagnálás van, vagy inkább egy kis visszafejlődés van, tehát a méhészetek a jövedelmezőség erősen csökkent, tehát a többi ágazathoz képest. A többi ágazat feljött, a mézárak még sajnos maradtak továbbra is alacsonyan, főleg a felvásárlási árak, ez a nagy gond, ezért egyre többen hagyják abba, vagy csak hobbi szinten csinálják. Látom, hogy a sárkeresztúri hangyák szövetkezet azt hiszem sokszínű. Hogy választották ezeket a termékeket? Mi mindent lehet itt kapni? Mutassa be a szövetkezetet. Hát a szövetkezetben először a levendula ültetvénnyel kezdődött, abból készültek termékek, olaj, levendula víz, most már elég sokféle termékünk van. Utána a tököt termesztettük, és a tökmagolaj készítése, őrölt paprika, sokféle termékünk van. Tökmagból lisztet is készítünk, most már szárított zöldségeink is vannak, úgyhogy elég sokrétű a tevékenységünk. Veszőfonással is foglalkozik még a falu, de most abból nem hoztunk termékeket, mivel ez ilyen kóstoló jellegű, ezért a csokis tökmagot kóstoltatjuk most, meg az olajat. A Kratancsik méhészet ismert megyében, országszerte mindenképpen. Hogy él ma egy magyar méhész? Mennyit segít egy ilyen találkozó abban, hogy az agrárgazdák be tudják mutatni a terméküket? Igazándiból nagyon jó ez a rendezvény, tehát itt közvetlen a vevőkkel tudunk kapcsolatot teremteni, meg tudják kóstolni a termékeinket, új vásárlói kör, tehát egy Székesfehérvár elég nagy városnak lehet tekinteni, reméljük, hogy sokan ki fognak látogatni, és tudunk minden emberrel beszélgetni egy pár szót, hogy termeljük a mézet, hogy csináljuk mi kis dolgunkat, a méhekénket hogy kezeljük, tehát nyitottak vagyunk, akiket érdekel, és nagyon örülünk neki, hogy nagyon sok óvodáskorúakat kihoznak ide, és az igazi helyi termékeket, megyei helyi termékeket meg tudják kóstolni már picin. A Kratancsik méhészet múltját ismerjük, de milyen a jelene és a jövője? Hát a jelene, itt vagyunk, tehát jelen vagyunk, megpróbálunk mindenhol jelen lenni. Hát az idei évet úgy tudnám értékelni, hogy a méhészeti szempontból már azt mondom, hogy az idényt lezártuk, a mézeket a hordóba tároltuk. A tavasz az nagyon kegyetlen volt számunkra, az igazándiból nem sikerült. A szezon második fele egy kicsit helyrehozta, de én egy közepesre értékelem. A jövőre tekintve, hát fejleszteni szeretnénk, továbbra is a méhészettel szeretnénk foglalkozni, és a vásárlóknak finom mézet szeretnénk az asztalukra tenni. Pázmándiakat ismerjük mi már régről, hiszen jószerivel az arra hivatottak, egy csodát hoztak létre a saját készítésű termékeikkel, hát itt minden van. Honnét jött a gondolat, hogy a nagymamáink örökségét így megőrizze? Hát közel 30 éve vezetem a saját háztartásomat, és mindig is főztem be. Tehát ez nekem nem okoz semmiféle újítást vagy problémát. Igazából néhány dolgot azért persze változtatni kell, mert változik az igény. Ettől függetlenül ugyanúgy a házi zöldségeink és gyümölcseink kerülnek bele tulajdonképpen az üvegekbe. És azt gondolom, hogy a mártások azok, amiket mondjuk a nagymamáink nem készítettek, viszont most igény van rá, eléggé rohan a világunk ahhoz, hogy
hogy erre legyen igény. Tehát készítek házi kecsöpöt, padlizsánkrémet, olyan mártásokat, amikkel pillanat alatt lehet egy vacsorát készíteni. Tehát ez ezért jó, hogy nem kell nagy bevásárlás hozzá, és mégis egy garantált házi dolog kerülhet az asztalra. Ugye adalékanyagok nélkül készülnek a különböző finomságok, valamennyi gyümölcs, és ráadásul természetesen azért vannak savanyúságok is. Igen, ez így van. Adalék és színezékmentesek valóban, és nagyon sokféle savanyúságot is készítek, mert hát az emberek nagyon szeretik szerintem a savanyúságokat. Ebből kifolyólag én egy ilyen csemegés vonalat képviselek, tehát hogy se nem túl édes, se nem túl savanyú. Vannak erős savanyúságaim is, és hát többféleképpen az idei termékem, amit eddig nem csináltam, az ecetes szilva savanyúság, hát mondhatom, hogy nagyon jól sikeredett, és sült húsok mellé első rangú. Egyébként hát nyilván mindig bővül a választék, mert van igény arra, hogy többféle savanyúság kerüljön az asztalra. Jó itt körülnézni, én azt gondolom, hogy meg annyi finomság, rákcsánivaló és igazi törölmetszett természetes rákcsánivaló vár ránk. Honnét jött a gondolat, és mi mindent láthatunk itt? A gondolat az egy családi vállalkozásból jött. Nekünk Sárszentmihályon van gyümölcsösünk, diósunk, mandulásunk és magyarósunk, és abból jött a gondolat, hogy lehetne egy hozzáadott értéket is képviselni, ezért csináltam sós spiritot mandulabélt, cukrozott fahéjas mandulabélt és cukrozott fahéjas magyarót és diót, és sós spiritot diót és magyarót szintén. Ámulunk és bámulunk. Remek a szlogen, egészség egy kalappal. Én azt gondolom, hogy aki a gombákat választja, bár tudjuk, hogy ez is egy nehéz mesterség, hozzáértés kell hozzá mindenek felett, hogy választották a gombát, és hogy lehet ezekből ilyen termékeket készíteni? Köszönjük a dicséretet a szlogenre. Most pont nincs itt a kollégám, mert ezt ő kezdte el a gombával való foglalatoskodást 6 évvel ezelőtt. Én egy pár éve csatlakoztam hozzá. Egy családon belüli betegség miatt kezdett el az egyik azóta is termesztés báló is általunk előállított gombával foglalkozni, és elkezdték fogyasztani a rokonok, szomszédok, baráti körből egyre többen, pozitívek voltak a visszajelzések, és így kezdett el annó több gombának a termesztése és feldolgozásával foglalkozni, és azóta hát sokat fejlődött a termesztés, illetve a feldolgozási folyamat. Hogy jelenleg mondhatom, hogy a lehető legmagasabb minőségben vannak előállítva a gombák, a szállítás, az fagyasztaszállítása történik, minden hatóanyag benne marad, és 1% alá tudjuk csökkenteni a víztartalmat, kíméletes az őrlés, illetve hát igen, tehát odafigyelünk a minőségre. Ebben a multikulturális világban nagyon szükséges, hogy a gyerekek tanuljanak egy kicsit agrárul, ha úgy tetszik, ebben önök élen járnak, immáron évtizedek óta, 6 évtizede, ha úgy tetszik. Mi mindent tanulnak a fiatalok a szakgimnáziumban, és melyek ezek a termékek, amelyekkel itt büszkélkednek ezen a vásáron? A szakgimnáziumi oktatásunkban parképítő, parkfenntartó képesítést szereznek most, akik kimennek. Gépészképzésünk az szakgimnáziumban, a seregélyes iskolában van. Szakközépiskolában van, ahol igazából a termeléssel jóval erőteljesebben foglalkoznak tanulóink. Ezek között vannak gazdák, akik az állattenyésztéstől a növénytermesztésig mindent végigvesznek, tehát a teljes szélességben megismerik a mezőgazdaságot. Vannak virágkötőink, virágeladóink, akik kifejezetten annak a területre, tehát ezt a látványos területét végzik a mezőgazdaságnak, az agrárterületnek. Amivel mi most itt megjelentünk, az javarészt inkább a kistermelő, családi gazdálkodó szakmákhoz kapcsolódik. Ők azok, akik egy nagyon-nagyon érdekes, mert egyszerre termelés és egyszerre feldolgozási területtel is területeket is tanulnak. Tehát a konyhán megtanulják a tartósítóipari eljárásokat, például a húskészítmények az elkészítését, de ugyanígy például kinti kertészeti gyakorlatuk is van, ahol megtanulják
tanulják azt, hogy hogyan kell ezeket a növényeket termeszteni, vagy az állatokkal hogyan kell bánni. Ez a falusi gazdálkodással és a falusi turizmussal is össze van kapcsolva, tehát megtanulják azt is, hogy a vendéglátás területén hogyan kell ajánlani, hogy kell teríteni, hogyan kell a falusi turizmussal kapcsolatos iratokat kezelni. Tehát nagyon-nagyon széles körben vagyunk bent az agrárnak és az agráriumnak az ellátásában, így szakemberekkel való ellátásában, illetve őszintén megmondom, hogy akár otthoni életre is felkészíti a lányokat, illetve a gyereket, mert a házi terményeket így otthon fel tudják dolgozni. Az agrárgazdaság rendkívül fontos hazánkban, és azt gondolom, hogy a geoinformatikai karon a szakmérnök képzés is lépést tart a trenddel. Mi mindennel várják itt az érdeklődőket? 2018-ban elindítottunk precíziós mezőgazdasági képzést, szakmérnöki képzést, és hát egy kis kóstolót ebből hoztunk, vagy a kamara elnök meghívásából képviselem itt a kort, az Alba Régia műszaki kort, és a képzésről tájékoztatót tartok, hogy szükség van rá, volt már érdeklődő, és a képzésben a modern technológiának alkalmazásának a mezőgazdaságban alapvetően mutatjuk, de gyakorlati szempontból. Úgyhogy teljes mértékben ez egy gyakorlatorientált képzés, és ahogy itt látunk a kollégámat, aki Axialt képviselni, miért pont Axialt? Azért, hogy itt van Fehérváron a telepe Axialnak, és részt vesznek a képzésben. Egyszerűen mindenféle ilyen precíziós gépet ők biztosítanak nekem a képzésben, sőt, megyünk Bolyára a fő telepükre, meg a fehérvári telepre is szoktunk látogatást tenni, és akkor ott a legjobb, legújabb kínálatot mutatnak nekünk a precíziós gépekből. Utána megmegyünk a gazdálkodókhoz, és azt nézzük meg, hogy ezekből a gépekből gyakorlatban mit lehet kihozni. Az egyetemen meg laboratóriumban a képfeldolgozás megy, műholdos felvételek feldolgozása, drónos felvételek feldolgozása, de a drónos felvételekről beszélünk, akkor itt úgy el kell elképzelni, hogy teljes folyamatot mutatjuk. Azt jelenti, hogy megtervezünk, vagy felderítjük először, beszélünk a gazdálkodóval, hogy esetleg milyen probléma fordul elő a területen. Vagy ha növény monitoringról beszélünk, akkor megnézzünk, hogy milyen növény termesztél a területen, és megtervezünk, hogy mikor célszerű lepülni. Akkor utána kimegyünk a hallgatókor a területre, lerepülünk a területet, és utána ott kezdődik a képfeldolgozás. Vagyis a teljes folyamatot mutatjuk az adott nyeréstől, információ nyerésig, és utána gyakorlati alkalmazásig. Az alapi munka gyümölcse az itt látható ezen a standon. Én azt hiszem, hogy pazar a kínálat. Honnét jött a gondolat, hogy tudják ezt megvalósítani, hiszen egy szövetkezeti munkához nagyon sok minden kell. Legfőképpen hozzáértés, mondom én, hiszen ha itt végignézzük, hogy mi minden van, azt hiszem, hogy ez egy remek kínálat. Hát a polgármester asszonyunk találta az ötletet, találta ki, hogy megvalósítunk egy ilyen kis üzemet. Igazából egy kisebb volumenű dolog ez, tehát egy kicsi üzem, kicsi emberek hozzák a kis gyümölcseiket. 100 kilótól indulunk fölfelé, tehát hozzánk már 100 kiló gyümölcsöt be lehet hozni, gyümölcslevet csináltatni. A bérgyártásra specializálódtunk, de persze vannak saját gyümölcsleveink, és aztán így meg tudjuk venni a gazdáktól a kis mennyiségű gyümölcsöket, és akkor abból készülnek a gyümölcsleveink. Mennyire lett népszerű ez, hiszen ahogy már beszéltünk róla, nagyon sok minden van itt. Elég sokan járnak hozzánk, tehát a bérgyártás az nagyon sikeres. A gyümölcslevekkel meg, hát ugye mindenféle kereskedelem be kell járatni, de egyébként nagyon ízlik. Nincs benne se tartósítószer, sem cukor, tehát magát a gyümölcsöt adjuk ott vissza az acskóban. Nagyon ízletes, nagyon szeretik, aki hozzánk jár, az mindig mindenki visszajár. Szent István városában ki mást kérdezhetnék erről a csodáról, amit a kínálat, mint valakit, aki minden egyes pillanatát tudja annak a folyamatnak, ahogy ezek elkészülnek. Mi a titka az igazán jó péksüteményeknek, illetve sajtos süteményeknek? A Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium és szakközépiskola standján vagyunk. Az itt készült termékeket mind diákjaink készítették szívvel, lélekkel, oktatóink segítségével, mesterpékek, mestercukrászok dolgoznak nálunk, és ők adják tovább a tudást az újonnan jött generációnak.
Mennyit segíthet egy ilyen rendezvény abban, hogy egyre többen válasszák ezt a szakmát, hiszen ez egy olyan hivatás, ami azt hiszem, hogy mindig fontos lesz, amíg világ a világ. Hát igazából az ember az folyamatosan, tehát enni mindig kell, meg lehet kóstolni, szemedgyönyörködtető, finom ízorgia, úgymond, ami nálunk van, tehát ezáltal talán nagyobb kedvet kapnak a fiatalok, hogy üzzék ezt a szakmát, és ők is beálljanak, és beüljenek az iskolapadba, és elsajátítják a különböző mesterségeket, amit itt mögöttünk is lehet látni. Ezeket a mesterségeket tanítjuk az iskolánkban, és hát ha több fiatal kedvet kap ahhoz, hogy beálljunk közénk. Az agrárgazdaság örök, ugyanakkor a technológia változik és fejlődik. A 21. században ez alapvetés. Mivel készültek erre a tárlatra? Mi mindent mutatnak meg az érdeklődőknek? Mi leginkább a versenyünket szeretnénk most promotálni már a jövő évit, a 6. Sároskapukupát. Az Agrárkamarának a felkérésére vagyunk jelen. Hoztunk ki kis vonatot, ami a gyerekeket szoktuk a versenyen vinni, illetve katalógusokat, amik a legmodernebb gépeket tartalmazzák, és meg lehet őket tekinteni. Ha kedves érdeklődőnek valamelyik szimpatikus, akkor tudunk segítséget nyújtani, hogy hol lehet őket beszerezni. Mennyire népszerű a kapakupa? Én tudom, hogy igen, de úgy általában. Köszönjük szépen. Egyre jobban kezdik kinőni magát. Idén már 2500 nézője volt a versenynek a helyszínen, illetve 60 versenyző állt rajthoz. Ők az ország egész területéről érkeztek Sárosra, hogy elnyerjék az első helyet. Borbás Edit mindenféle értelemben és módon remek termékeket kínál. Mit hoztak mára? Saját készítésű gyümölcsleveinket, megy, alma, fűszeres alma, gyömbéres alma, illetve a saját gyümölcseinket, amiből ugye készítjük a termékeinket is, kihoztuk. Mi a különlegesség ebben az ültetvényrendszerben, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sokféle termékük van, és adalékanyagok nélkül készülnek a láruk is. Hát ugye próbáltunk úgy kialakítani, hogy igazából szezonálisan, tehát amikor leérik egyik gyümölcs, jön a következő, így egészen tavasztól késő őszig, télig ugye tudjuk szolgálni a vásárlóinkat. Ugye szambócával szoktunk kezdeni, és akkor a végén ugye almával záródik ugye ez a sor. És ugye mindig amilyen szezonális gyümölcsük van, abból gyártjuk ugye a saját készítési gyümölcsleveinket, ami ugye semmi cukrot, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaz. Mióta a világ, a Cerbona itt van velünk. Mi a folyamatos fejlődés, a megújulás záloga, hiszen népszerűek ma is tudjuk. Igen, hála Isten népszerűek vagyunk nem csak a városban, mivel hogy így a köztudott fehérvári cégről van szó, hanem az egész országban nagyon jó a lefedettségünk, tehát a hazai láncoktól kezdve a hipereken át mindenhol ott vagyunk. A termékeink jól fogynak, hát ennek az állog az, hogy jó az ízvilág, többféle, főleg a műzdiszeletekben piacvezetőek vagyunk, és hogyha megújulásról lesz szó, akkor igazából most elindultunk egy gluténmentes világ felé. Ugye nagyon sok a gluténérzékeny ember, és ugye mi ezt a vonalat próbáljuk meglovagolni, és most a gluténmentes termékeinkkel is jöttünk ki, őket hoztuk kóstolóba. Vannak olyan termékek, még a boltokban szinte nincsenek is belistázva, ez a kétfajta gluténmentes zabszelet, és hát várjuk a érdeklődőket. Hogy lehet lépést tartani a korral, hiszen itt mindig van új termék és régi egyaránt? Igyekszünk újítani is, de nagyon régi, megszokott termékeink vannak, amit a Fehérvár és Fehérvár környéke már azért ismer. Van olyan termékünk, amelyik Franciaországban ezüstérmes lett, egy majdnem már parmezán jellegű félkemény sajt. Még külön díjas tejfölünk, úgyhogy jó termékeink vannak, kézműves termékek. Szakemberként miként látja, mennyit változott a tej, illetve a tejtermék fogyasztási szokások? Hát én úgy érzem, hogy egy kicsit változik. Nehéz még a vásárlókat egy kicsit a nívósabb termék felé irányítani, de azért egyre növekszik a kereslet, nem, és ezzel akkor tudjuk elérni, hogy nem nagyon drága terméket, hogy a lakosság meg tudja vásárolni, mert azért a nagy üzletekben nem ez a minőségű termék van, és ott olcsóban megkapják, de én szerintem változik, tehát egy kicsit növekszik, nekünk is a forgalmunk, autóink árulnak a városba több helyen, mint a boltunk van, meg a megye községeibe járunk autóval, és növekszik a
nagyobb érdeklődés a termékek után. Tudjuk itt Fehérváron is, hogy az önök vidéke és az önök teje méghozzá kiváló termék. Hogy lehet fejlődni, illetve fenntartani azt a minőséget ezekkel a termékekkel, amit megszoktak a vásárlók? Ezt a minőséget teljes mértékben egy jó csapattal, tehát olyan munkaerővel, olyan alapanyaggal, amelyből olyan kézműves termékek lesznek, mint a mi termékeink. Kell-e fejlődni? Vannak-e olyan termékeik, amelyek a vásárlóknak is kielégítik, mi a legkényesebb igényeket is? A fejlődni mindig kell. A legújabb termékünk például magáért beszél, a puszta szabolcsi emblémával ellátott félkemény sajtunk, ez a legújabb sajtunk, amely teljes mértékben kézműves technológiával készül, érlelésre 3-4 hónapon keresztül, és ennek megfelelően az ízvilág úgy alakul ki, hogy egy lyukmentes, zárt tésztájú sajtot kapunk. Már vannak problémák, de azért a termelői méz a reneszánszát éli. Honnét jött a gondolat, hogy különböző ízesítésben hozza el ezt a finomságot? Mennyire népszerű? Hát úgy vesszük észre, hogy egyre népszerűbb a fogyasztók között. Próbáltunk egy kis új szint belevinni a méhészetbe. Nem adalékanyagokkal dolgozunk, hanem természetes dolgokkal dolgozunk, gyümölccsel dolgozunk, és azért merjük így árusítani a mézünket, hogy egy kicsi újdonságot a fiatalok felé, hát hogyha egy kicsit jobban el tudjuk velük fogadtatni a mézet, mert sajnos még mindig van nagyon sok fiatal, aki nem fogyaszt mézet, és azt gondoljuk, hogy így hát ha egy kicsit jobban rá lehet őket szoktatni a mézfogyasztásra. Az apiterápia és a méhészet kézen fogva jár, én azt gondolom, hogy bizonyította, hogy rendkívül fontos ez a terápia. De is a gondolatról beszéljünk, hanem én nagyon is jól tudom, hogy egyre inkább beérik az a munka, amit erre áldoztatok. Hát igen, 3 éve nyitottuk meg házunkat, és szépen ível felfele az érdeklődés iránta, és ezen a rendezvényen is szerettük volna megmutatni magunkat, ezen a rendezvényen is, és Székesfehérvár lakosainak egy kicsikét a tudatában beivatni azt, hogy vagyunk, és hogy segítségére vagyunk a fehérvári és a környékbeli lakosoknak. Itt vannak a Székesfehérvár püspök kézműves sörei, egyre inkább népszerűek, de mi az ízviláguk, mitől népszerűek a kézműves sörök? Hát teljesen más, mint a hagyományos sörök. Van a világos, a préposzt barna és a buza. Legfőképp a barnát szeretik, az ilyen kávés ízű. A másik kettő is finom, tavaly nyertek Spanyolországba második és harmadik helyezést ezek a püspök úrnak a kézműves sörei, de Pesten készülnek a Monyó sör manufaktúrába. Folyton folyvást változnak az étkezői szokások, ez nem vonatkozik a kenyérfogyasztásra, és ön mit gondol, hogy lépést tartanak a pékségek azzal a különleges kínálattal, rendelkeznek-e, amit a vásárlók ma már elvárnak? Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen itt is az Alba kenyérnek a termékei között ugye teljes kiérlésű korpás, útifűmaghéjas, illetve ilyen túrós készítményeket lehet kóstolni. A kalácsokat, illetve ezeket az édes péksüteményeket is teljes kiérlésű lisztből készítették. Úgy gondolom, ez most fontos. Az alfelett népszerű, és azt gondolom, hogy a termékeik kiállják az idők próbáját, minőségben, mennyiségben, nem különben. Hogyan lehet lépést tartani a korral? A korra a speciális termékekkel. Olyan termékekkel, amik a haszonállattartóknak megtérülőek, és ezek az állatok valós egészségét szolgálják. Az antibiotikummentes takarmányozást segítik elő, és olyan termékekkel tudjuk a versenyben fölvenni a konkurensekkel a lépést, amik megtérülő termékek a haszonállattartó gazdáknak. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!